Üdvözlöm! Fehér Norbert vagyok, és ebben a videóban az utazó ügynök problémát és annak egy lehetséges gyakorlati megoldását szeretném bemutatni Excel Solverrel Lean Six Sigma folyamat fejlesztés során. A probléma a következő. Egy utazó kereskedelmi ügynök végig kíván látogatni adott számú várost úgy, hogy visszatérve a legkisebb távolságot tegye meg. A megfogalmazás könnyű, de nehéz megtalálni az optimális megoldást a számos megoldási lehetőség közül. Amennyiben nem feltétel a visszatérés a kiindulási pontba, még mindig tekinthetünk a feladatra, mint utazóügynök problémára, hiszen továbbra is a legrövidebb út megtalálása a feladatunk. Számos alkalmazási terület van, ilyen például a járatoptimalizálás, vállalaton belüli anyagmozgatás megszervezése, minimális anyagfelhasználás, például tapétázás vagy nyomtatott áramkör tervezése során, de kiemelhetem a folyamatlépések sorrendjének meghatározását is. Az útvonal optimalizálás jóval egyszerűbb probléma, mint a járatütemezés, hiszen utóbbi esetén a vevőigény kielégítése megadott időablakok szerint kell, hogy történjen korlátos méretű szállítójárművek alkalmazásával. Megoldási lehetőség lehet, például minden egyes lehetőség kipróbálása, végigszámolása, azonban a városok számának növekedésével párhuzamosan a lehetőségek száma az exponenciálisnál is gyorsabban növekszik. N számú város esetén N-1 faktoriális lehetőségünk van. Optimális megoldás, garantáltan optimális megoldás megtalálására mindig van lehetőség, azonban ez nagyon sokáig tart. Ennél jobb, ha valamiféle heurisztikus megoldást alkalmazunk, azaz gyorsan jó megoldást keresünk intuitív módszerekkel, azonban nincs garancia arra, hogy az optimális megoldás is kiválasztásra kerül-e módszerrel. Egy ilyen heurisztikus módszer a legközelebbi szomszéd kiválasztásának módszere. Ennek 4 lépése van. Elkezdhetjük bárhol az optimalizálást, megkeressük a legközelebbi várost, folytatjuk a kerestést, amíg az összes várost fel nem kerestük, és a legvégén visszatérünk a kiindulási pontra. Lássuk ezt vizuálisan. Elkezdjük az 1-es városban, ahonnét az 21-es város a legközelebbi, majd ezt követi a 20-as, és így sorban felfűzzük az 1-es városokat az útvonalunkra. Belátható, hogy ahol kereszteződés van a útvonalunkban, ott biztosan van olcsóbb, kevesebb távolságot tartalmazó megoldás, ezért a következő feladatunk a kereszteződések megszüntetése. Amikor megszüntettük a kereszteződéseket, akkor kaphatunk egy kvázi jó megoldást. Excel Solverrel, a 2010-es Excel-vel kezdődően lehetőség van ilyen típusú problémák megoldására, ugyanis az evolutív optimalizálási módszert is tartalmazza. Mindjárt bemutatandó Excel táblázat 4 részből áll. Áll egyrészt a koordinátákból, 10 várost szeretnénk összekötni, felfűzni egy legrövidebb útvonalra, úgy, hogy a nullából indulunk ki, és a nullába érkezünk vissza. Kiszámoljuk az euklideszi távolságokat az egyes pontok között. Vagy Excel Solverrel meghatároztatjuk evolutív módon a városoknak a sorrendjét, és ezt fogjuk grafikusan ábrázolni. Lássuk az Excel táblát. Tehát itt vannak a XY pontkoordináták, amelyek kék pontokkal jelennek meg. A távolságot euklideszi távolságok alapján számoljuk ki. Az Y a D egyenlő X2-ből X1 négyzeten plusz Y2-ből Y1 a négyzeten és az egész egy gyök alá vonjuk. Erről szól a képlet. Jó, távolságok itt jelennek meg, minden egyes ponthoz tartozó távolság a mátrixból számolódik. Az 1-es és a 2-es közötti távolság például 12,2, és ezek jelennek meg grafikusan az ábrán. Ahhoz, hogy ne kelljen minden egyes lehetőséget végigpróbálgatnunk, Excel Solverhez fordulunk, ezért a menü
pontok közül, menük közül az adatokat választom ki, és a Solver menüpontot. Ha a Solver nem jelenik meg, akkor Excel 2010 esetén a File menü, beállítások, bővítményekre kell kattintani, és itt az inaktív alkalmazások bővítmények közül aktiválni a Solver bővítményt. Mivel nálam ez aktív, ezért itt a mégsem gombot választom, jó, és megyek Solverre. Tehát adatok, Solver. Mi a célom? A célom a teljes költség, a teljes útvonalnak a minimalizálása. A változó celláim pedig azok a cellák lesznek, ahol éppen az előbb a sorrendet határoztam meg. Ezek a számok, amelyek a sorrendet jelenítik meg 10 telephely esetén, 10 város esetén, 10-nél kisebbek kellenek, hogy legyenek, 1-nél természetesen nagyobbak. Egész számokat, mivel sorrend keresek, sorrendről van szó, ezeket az integerrel jelöljük. És mivel minden várost csak egyszer keresek fel, ezért ezeknek a számoknak egymástól különbözőnek kellene a diffre kapni. Leokézom, megvan a célértékem, változó cellák, korlátozó feltételek. Nagyon fontos, hogy a megoldási módszernél nem szimplex, nem lineáris, hanem az evolutív módszert keresem. És a beállításoknál tudom beállítani az evolutív fűre kattintva, hogy hány másodperc után álljon le Solver. Magától mondjuk beállítom 15 másodpercre, vagy 10 másodpercre, 10 másodpercre. Tehát ha nem történik javulás az adatokban, akkor 10 másodperc után leáll. Slowkézom. És itt lent az állapot sorban fogja megjelenni, hogy éppen hol tart. Megoldás. Elindult 140-től 125-nél tart. Már 4000 megoldást megnézett, 122,9-nél tart. És ha most nem javul tovább, akkor azonnal leáll Excel. 23000 megoldást nézett meg, továbbra sem javult. De továbbra is 122,97 megoldáson van. Úgy látszik, hogy így is marad. Leállítom, megtartom a megoldásokat, és íme nullából kiindulva Excel megadja azt a útvonalat, amelyet bejárni érdemes. Néhány elem esetén, néhány városa esetén nagy valószínűséggel ez az optimális lesz, de sok-sok város esetén, még egyszer mondom, nem biztos, hogy a optimálisat választja ki a programot. Vegyünk egy gyakorlati példát. Tegyük fel, hogy a kereskedelmi ügynökünknek Zalaegerszegről kiindulva az összes megyeszékhelyét és Budapestet kell végigjárnia, és erre keresünk optimális útvonalat, legrövidebb útvonalat. Nézzük meg, mit lehet tenni. Az első feladat természetesen az, hogy az egyes településeket, egyes városokat XY koordinátákkal megjelöljük, és Excelbe felvisszük, hogy grafikusan megjelenítsük őket. Például Budapest a 44-63 koordinátát kapta. Interneten pedig találhatóak olyan mátrixok, amellyel az egyes települések közötti távolságukat meghatározhatjuk. Az előbb 10, most összesen 19 települést kell vizsgálni, Zalaegerszeg kiindulással, Zalaegerszeg visszaérkezéssel, és szintén a teljes költséget akarjuk minimalizálni, ezért Solverünkkel a teljes költség minimalizálását határoztuk meg, a változó cellák a C-osztopban vannak, 1-től 18-ig különböző egész számokat keresünk, evolutív módszert alkalmazunk, a beállításoknál meg beállítom, hogy maximum 30 másodpercig kalkuláljon. Azt mondom neki, hogy megoldás, kezdi 3000 fölött, és azt látom, hogy 6000 elemnél már 1791 volt a legjobb megoldás, 11000-nél 1682, 17-18 000 megoldásnál pedig 1671 kilométer az az össztávolság, amit meg kellene tennie.
Egy kicsit még futatom, hát ha további jobb megoldást talál Excel. Most már 40 ezer megoldást néztünk végig, 50 ezerig futatom, és akkor leállítom. És úgy látszik, ez az optimális megoldás. Nyomok egy escape-et, leállítom az egészet, Solver megoldásokat megtartom, és azt mondja, hogy Zalaegerszegről induljunk el Kaposvár felé, majd Pécs-Szekszárdon keresztül Kecskemétre menjünk, ezt jelenítsük meg grafikusan is egy icipicit. Itt van a grafikonunk. Láthatólag. És ha most esetleg arra gondol, hogy mondjuk egy Magyarország térképet a városokkal kicserélhetnénk egy gyártócsarnokra, vagy kicserélhetnénk egy raktárra a polcokkal, a felhasználási helyekkel, meg a tárolási helyekkel, akkor hasonló módon megvizsgálhatja, hogy vajon anyagmozgatói, anyagkezelői optimális útvonalat járnak-e be, avagy van lehetőség valamiféle optimalizálásra a jelenlegi állapothoz képest. A jelenlegi állapotot például egy hasonló spagetti diagrammal tudja megjeleníteni, és a kettő összehasonlításával könnyen kiszámolhatja, hány métert vagy hány kilométert sikerül egy-egy műszakban megspórolni. Remélem a mellékelt példa felkeltette érdeklődését, és ha bármilyen Lean, Six Sigma folyamatfejlesztéssel kapcsolatos, vagy utazóügynökkel kapcsolatos kérdése van, forduljon hozzám bizalommal. Köszönöm a figyelmét!